Nyíregyházán ez év elején adták át a fedett jégpályát, amelyet azonnal birtokba is vettek a szabolcsi solymok jégkorongozói. A megyeszékhelyen is cél az utánpótlás bázis növelése, és ez a törekvés egybeesik a Magyar Jégkorong Szövetség szándékaival. A sportág vezetése másfél évvel ezelőtt indította egy rutsót, hogy népszerű jelenlegi és korábbi hokisok segítségével megkedveltessék a sportágat a gyerekekkel. Szerdán Nyíregyházán a korábbi 98-szoros válogatott kapus az Egyesült Államokban több szezont eltöltő Szuper Levente tartott élménybeszámolót a fiataloknak. Egy kis gyereket mivel lehet megfogni? Játékkal, mosollyal, ajándékokkal, és hát egy nagyon speciális közeggel. Tehát ugye a jégkorong sport önmagában is egy nagyon speciális sportág, már csak azért is, mert jégen játszuk, és csúszik, és vicces, és el lehet esni, nagyokat lehet esni, nagyokat lehet csúszni, anélkül, hogy megütnénk magunkat, mert ugye védőfelszerelés van rajtunk. És hát gyakorlatilag ugye a felszerelés is nagyon különleges, tehát engem is, amikor elkezdtem játszani, a különleges védőfelszerelések és annak kinézete fogott meg, tehát abszolút egy jó programot szoktuk a gyerekeknek adni. A szövetség szakmai alelnöke elmondta, hogy jelenleg 22 fedett pálya van az országban. A jégfelület még mindig kevés, mivel nagyon sokan akarnak jégkorongozni. Köszönhetően a TAOS programnak, a támogatási programnak tulajdonképpen 10%-ért meg tudják venni a gyerekek a felszerelést, hiszen a 90% jöhet az egyesületi támogatásból, és ez azt jelenti, hogy már nem számít drága sportágnak, hiszen ha a korcsárnak csak a 10%-et kell kifizetni, vagy a fejvédőnek, akkor ez már egy szerényebb fizetésű családfőnek is megengedhető, hogy vegyen a gyerekének ilyet. Ráadásul a Jégkorong Szövetség is támogatja a klubokat, tehát kezdő felszereléseket adunk minden helyszínen. Tehát akik elkezdik a hokit, azok általában az egyesületben megkapják ingyen a felszerelést. És azért azt tudni kell, hogy a jégkorong 18 éves korig szinte nulla sérülés van, hiszen minden porcikájuk védett a játékosoknak, nyakvédő, fejvédő, arcvédő és a többi. Tehát igazából attól se kell aggódni, hogy sérüléseket szenvednek el a gyerekek. A találkozó második részében a gyerekek a hokiütőt is kézbe vehették, a vállalkozók kedvűek pedig a jégre is rámerészkedtek.